Hát azt kell róla tudni, hogy apukámmal készítettünk egy ilyen szalvazságot, azon ember méretűt? És itt vagyunk DJ Dominik és baráta jótékonysági koncerten, ahol összefutottam a Children of Distance-el. Sziasztok! Szia! Örülünk neked nagyon, hogy összefutottunk ki, teljesen spontán és véletlenül. Meg se volt beszélve, az a legjobb benne. Kihívtál, spontán fel se tűnt. Hívtatok ki engem? Ja, igaz. Na, kicsit komolyadjunk, egy jótékonysági koncerten vagyunk. Minél gyakran szoktatok jótékonykodni? Igazából heti 3-4 alkalommal szoktunk nagyjából jótékonykodni. De... Miben nyilvánul meg? Hát abban, hogy például tegnap egy alapítványi gálán voltunk tegnap, a leukémiás gyerekekért alapítványnak volt a 25 éves évfordulója, mi részt vettünk az ő kampányukban, segítünk a leukémiás gyerekeknek, ma pedig itt jótékonykodunk, úgyhogy mi aztán über jótékonyak vagyunk. Ez derék dolog, teljesen. Nos, rácok, mi újság veletek a zenei téren? Ha jól hallom, ma lesz pontosan egy klippremiéretek. Hát azt kell róla tudni, hogy apukámmal készítettünk egy ilyen szalvazságot, azon... Ember méretűt? Azon kell gyakorolni. Nem, annyit kell róla tudni, egy ilyen nyári klip lesz, lesznek benne vadozások, ahogy már ezt elvöltük egyszer. Bözsinén is benne lesz, Bözsinén. Meghoztátok a tyúkokat? Persze, meg a kakast. A pénzt nem adtad, amelyik. Szóval igen, tehát lesz egy klipetek, amit nem apukáddal rendezhetek, és ha jól tudom, még Dudás Miki is benne volt, vagy csak ennyire félre hallottam? Nem, nagyon jól hallott, a Dudás Miki benne lesz, hogy egy világbajnok kajakozós, ugye? Olyan. Te tudod, mert annyira te szoktad ezt mindig elmondani. Ő lesz benne, és azt kell róla tudni, hogy ilyen 2,56 méter körül méter, van a srác. 2,56 méter a srác, és nagyon szereti magát. Akkor jól értem, lesz egy klipetek, amiben az a lényeg, a Dudás Miki 2 méter magas, és nagyon szereti magát. Így van. Igen, van benne egy lány is, de ő Miki mellett jelentéktelen, úgy néz ki. De nem, amúgy tényleg egy nagyon ilyen nyári hangulatú klip lesz, az egész arról szól, hogy Miki és a lány szerelmesek lesznek egymásba, aztán végül Miki csalódni fog, de mégsem. Lesznek benne lovak, meg nagyon szép lányok, meg mi. Ez teljesen jó klip. Biztos, hogy rá kattintunk, és ti is kattintsatok rá. Srácok, nos jön a nyár, ilyenkor mennyire vagytok azok, akik teljesen végignyomják a nyarat fellépéssel, vagy azért szerettek így azért pihengetni is kettő között? Annyira vagyunk tele, hogy nagyjából egy hétvégénk lesz talán, ami egy előre láthatólag szabad, aztán a többi megyünk. De még úgy néz ki, hogy hétköznap is lesz, úgy májusban letolunk egy 30 bulit körülbelül, majd így kacsingatunk így a többiekre, akik szervezik. Hát májusban letolunk egy 20 bulit biztos. Utána levő hónapban is valahogy így szerintem. Meséltek nekem egy jó kis nyári koncertesztorit. Volt-e valami nagyon emlékezetes, amire azt mondjátok, hogy na ez igen, ez volt életem legjobb koncertje, vagy legviccesebb, mert... Ó, hát azt nem mesélném el, hogy ami a legviccesebb volt, vagy a legemlékezetesebb. Viszont volt tavaly nyáron, képzeld, de Balatonbogláron léptünk fel, és kb. 10 000-en lehettek kint, majd meg lehet nézni egyébként a Facebookon a videót, hogy mindenki integet, és mindenki szereti a Children-t. Ebből hány lefizetett közönségtag volt? Csináljuk egyébként, hogyha megnézitek a videót, hogy az első két sor be van klónozva, vagy egymás. Úgy nézünk ki. Igen, de az idén is megyünk egyébként Balatonboglára, és akkor már készülünk a klónozásra, ott többféle ember gyűjtögetünk mindenféle fellépésről. Meg vannak a fizetett rajongóktól, mindenhova járnak velünk, busszal visszük őket, meg minden, így szoktuk. Ja, nézőkkel vagyunk itt, tehát apa, anya, meg az a 10 ember, akinek 5 rugót fizetek havonta. Nos, srácok, akkor hány számot fogtok elnyomni most itt a fellépésem? Roland? Azon tanakodunk, hogy a teljes fellépőt elnyomjuk, de közben kitaláltuk, hogy lehet, hogy nem. Mert kihagyunk valamit? Ezt mi így most beszéljük meg igazából. Köszönöm szépen a tapsot, jár nekem. Ők voltak a Children of Distance, nézzétek, hallgassátok őket, és az új klipet is, nézzétek!